Mintegy negyed évszázada segíti a fedél nélkül élőket a Periféria Egyesület. Rendszeresen osztanak étel- és ruhaadományokat a hajléktalanoknak, ilyenkor évvégén pedig még több csomagot juttatnak el a rászorulókhoz, akikre a téli időszakban kiemelt figyelmet fordítanak. 1995-ben alakult meg a Periféria Egyesület Nyíregyházán, frissen végzett szociális munkások összefogásával. Tevékenységük első állomásaként felvették a kapcsolatot az utcán élőkkel, tájékozottak szükségleteikről, ellátták őket hasznos információkkal és adományokat vittek nekik, könnyebbé téve az életüket. Lényegében ezt teszik a mai napig. 1999 is egy fontos év az Egyesület történetében, ekkor indították egy gyermekprogramjukat, melynek részeként mások mellett drámapedagógiai, kézműves foglalkozásokkal, készség- és képességfejlesztő játszóházzal, önismereti pályaorientációs, kábítószerprevenciós csoportokkal, szociálpedagógusok bevonásával segítenek a hátrányos helyzetű, sokszor magatartási problémákkal küzdő fiataloknak. Mindezek mellett az utcai prostitúcióból élőket is felkarolják, számukra speciális ártalomcsökkentő szolgáltatásokat nyújtanak. Szolgáltatásaikat 2003 óta diszpécser szolgálat is kiegészíti. Ennek keretében a nap 24 órájában várják a közterületen bajba jutottakkal kapcsolatos bejelentéseket, céljuk pedig, hogy minél hamarabb reagáljanak és segítséget nyújtsanak ezeknek az embereknek. Köszöntöm a stúdióban Fodor Bélát, a Periféria Egyesület szakmai vezetőhelyettesét. Jó estét kívánok! Hogyan tudnak így karácsony előtt odafigyelni azokra a rászorulókra, akikre az Egyesület alapból, alaptevékenységében egész évben figyel? Hát nekünk november 1-től van egy úgynevezett krízis időszak a munkavégzésben, tehát gyakorlatilag ez a hideg időjárással van összefüggésben, és ez egészen április 30-áig tart, úgyhogy gyakorlatilag nekünk ez egy felfokozott utcai jelenlétet jelent, tehát sokkal intenzívebben vagyunk közterületen, illetve első számú feladatunk az, hogy a kiüléses haláleseteket megelőzzük, illetve azok, akik a közterületen töltik éjszakáikat, gyakorlatilag azokat elhelyezzük fűtött szálláshelyekre, illetve mindig is lesznek olyan emberek, akik viszont nem élnek ezzel a lehetőséggel, őket pedig tehát ellássuk azokkal a megfelelő eszközökkel, amivel gyakorlatilag át tudják vészelni ezeket a hideg éjszakákat, hideg időszakokat. Maga az ünnep, a karácsony, az jelente valamilyen fokozott veszélyt? Sokszor elmondjuk, hogy a magányosak, azok, akik egyedül élnek, akiknek különböző betegségeik, problémáik vannak, azoknak ez az időszak különösen nehéz. Érvényes-e ez a hajléktalanokra is? Igen, mivel a maga a hajléktalanság is egy olyan speciális állapot, mondhatjuk úgy, hogy hajléktalan embereknél tehát leváltak a családi kapcsolatok, és maga az ünnepnek a megélésén úgy gondolom, tehát a családi kapcsolatok hiányában az még inkább nehezebb. Mondhatjuk úgy, hogy ezeknek az embereknek a kapcsolatrendszerük is leginkább a hajléktalan társakból tevődnek össze, illetve a szociális munkának is az is egy fontos feladata, hogy ezeket a hajléktalanná válása előtti szálakat, úgymond ezeket próbáljuk újraéleszteni, így van, újra felvenni a kapcsolatot. Úgyhogy én úgy gondolnám, tehát mi az utcán élő emberekkel foglalkozunk elsősorban, akiknek sokszor a létfenntartással kapcsolatos gondok merülnek fel. Én nem gondolnám, hogy nekik tehát nem tudnak úgy koncentrálni akár a karácsonyra, akár az ünnepeket megélni, mint egy átlag ember vagy normál ember. Én úgy gondolnám, hogy ez lelkileg számukra egy megterhelő időszak, valószínű akár a hajléktalanná válásuk előtti emlékekkel kapcsolatosan is felmerülhetnek olyan dolgok, ami még nehezebbé teszi számukra ezt az időszakot. Nyilván, hát csúnya ezt mondani, látják, hogy mit vesztettek a korábbi életükből. Mi az, amit tapasztalnak? Az iménti beszélgetésben is azt hallottuk, hogy karácsony előtt az adakozási kedv általában megnövekszik. Érzékeli-e a
Periféria Egyesület. Igen, ezt. Igen. Hát mi rengeteg adományt kapunk, hála Istennek elég jól el vagyunk látva, tehát éves szinten nagyon sok adományt hoznak nekünk a nyíregyházi lakosok, de hogy azért az érzékelhető, hogy ilyenkor megnő az adakozó kedv. Elsősorban ruhaneműt, tehát az az, amire nekünk leginkább szükségünk van, férfi ruházat, meleg ruházat, mivel zömében az ügyfélkörünk is férfiakból tevődik össze. Igen. Illetve tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek, főként takaró, ami nagyon fontos például, tehát ezek, amiket leginkább tudunk hasznosítani, de vannak nagyon-nagyon régi adományozóink, most nem akarom őket felsorolni, akik így 20 év távlatából, vagy akár 25 év távlatából segítik a mi munkánkat, és tehát hétről hétre adományoznak nekünk. Hát itt leginkább vállalkozásokról beszélünk, de ugyanúgy magánszemélyek is vannak, visszajárók, akik egyetértenek a mi célkitűzéseinkkel, és azóta is segítik a munkánkat. Hány tagja van az Egyesületnek, és hány önkéntes segít? Hát az Egyesületünknek most jelen pillanatban 24 tagja van. A önkéntesek számát tekintve olyan 6-7 önkéntessel dolgozunk, tehát többféle szolgáltatásban dolgoznak az önkéntesek, nyilván itt a bejátszásban is látható volt, hogy van egy hajléktalanokkal foglalkozó munkacsoport, illetve van egy gyermekekkel foglalkozó ága a munkánknak. Az elmondható, hogy a gyermekekkel foglalkozó nyilván az népszerűbb, de hogy a hajléktalanokkal foglalkozó munkában is mindig van egy kettő magasabb inger küszöbű ember, akit ez érdekel, és akit így meg tudunk fogni így ezáltal. Hogyan tapasztalja, mennyire érzékeny a társadalom erre a kritikus problémára? Hogy hogyan viszonyulunk a hajléktalanokhoz? Van ebben változás az elmúlt negyed században? Hát én különösebb változást, megmondom őszintén, nem érzékelek. Nagyon-nagyon változó. Tehát embere válogatja, hogy ki, hogy viszonyul a problémához. Én azt látom, hogy azért zömében az emberek segítőkészen viszonyulnak a hajléktalanokhoz, ugyebár nagyon sokan tudják, hogy mi mivel foglalkozunk, és hogyha látnak mondjuk rossz állapotú hajléktalan embert, akkor elsősorban azért minket szoktak hívni, még akkor is talán, hogyha mondjuk lépcsőházba bemegy az az adott személy, és akkor sem mondjuk a rendőrséget riasztják első körben, hanem minket. Én úgy gondolom, hogy azért az állampolgárok javarésze is segítőszándékkal, toleránsan állnak ezekhez az emberekhez. Nyilván van ellenpélda is, tehát találkozunk ilyennel is, de én azt gondolom, hogy amióta én ezen a pályán vagyok, hogy abszolút segítőkészen állnak az emberek. Változik a számuk egyébként, csökken vagy növekszik? Én azt mondhatnám, hogy stagnál, tehát látjuk azt ugye, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet és egészségileg, tehát hogyha valaki minél többet tölt benne, nagyon-nagyon hamar felőrli, nyilván nagyon sokan meg is halnak ebből kifolyólok, de hogy mindig újra termelődik a számuk, sajnos azt látjuk, hogy mindig vannak újak, jelennek meg újak, és tehát hogy mindig nagyjából hasonló létszámmal dolgozunk, mondhatjuk azt. Egyébként az Egyesületnek vannak érzékenyítő programjaik? Vannak, igen, ezt egy pár éve csatlakoztunk egy budapesti szervezet, volt hajléktalan ember kezdeményezésével kezdték el középiskolákban népszerűsíteni. Gyakorlatilag a szegénységgel, hajléktalansággal kapcsolatos problémákra felhívni a tanulóknak a figyelmét, és gyakorlatilag ez az országosan ilyen roadshow jelleggel, ezt Nyíregyháza is elhozták, és akkor mi csatlakoztunk gyakorlatilag ehhez a kezdeményezéshez, és azóta már most 2 középiskolában csináljuk ezt rendszeresen minden évben. Az, hogy gyerekekkel is foglalkozik az Egyesület, ez jelentheti azt, hogy ezek a gyerekek, akik a periféria szárnyai alatt kapnak, igen, segítséget, ők maguk is érzékenyebbé válnak erre a problémára, vagy lehetséges, hogy belőlük esetleg önkéntesek lesznek majd? Hát igen, mondhatjuk igen. Én például főiskolás éveim alatt kerültem kapcsolatba legelőször ezzel az Egyesülettel, és belőlem gyakorlatilag a későbbiekben így vált munkavállaló. Először önkéntes voltam, aztán munkavállaló lettem, úgyhogy abszolút is ezeket az értékeket, tehát ezeket próbáljuk átadni azoknak, hát egyrészt akiknek a szolgáltatásokat nyújtjuk, illetve azoknak is, akik velünk dolgoznak, akár önkéntesként, akár főállásban. Tehát, hogy azok abszolút egyet tudnak ezzel érteni. Valami külön karácsonyi
ajándékot kapnak-e a hajléktalanok az perifériától? Kapnak, igen, tehát erre minden évben odafigyelünk. Gyakorlatilag nálunk adományosztás, tehát non-stop egész évben történik, de nyilván azért a karácsonyi időszakot azt mi is egy, úgymond egy kiemelten kezeljük, és ilyenkor próbáljuk azokat az élelmiszereket pótolni gyakorlatilag, amikhez mondjuk egész évben nem jutnak hozzá, tehát itt édességek, nem tudom, gyümölcslé, készétel, konzervek, nyilván amit utcai körülmények között könnyen el tud fogyasztani, így van. Fodor Béla, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre, és további sikereket kívánunk a munkához. Köszönöm szépen mindenkinek.